A két csapat az elmúlt években rendre nagy csatát vívott egymással, így nem számíthattak könnyű meccsre a nyíregyháziak. Az első negyedben állva hagyta ellenfelét a házigazda, 10 perc játék után 14 ponttal vezetett a DVTK U23-as együttese. A második negyedben 4 pontot ledolgozott hátrányából az NKS, de a fordulás után már nem igazán tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a kosársuli. A harmadik és negyedik negyedet is 2 ponttal nyert a Diógyőr, így a nyíregyháziak 14 pontos vereséggel távoztak Miskolcról. Sajnos az évben nem sikerült hozni a tavait, nem sikerült idegenben meccset nyerünk, az első negyedben szerzett hátrányunkat nem tudtuk ledolgozni, a másik negyed során éppen, hogy jöttünk felfelé, de a fél idő után megint elkezdett ellépni a Diósgyőr. Sajnos a kulcsembereink nem tudtak olyan játék teljesítményt nyújtani, ami tőlük elvárható lenne, így bízunk benne, hogy a következő mérkőzésen sikerült jobban teljesíteni. Elég nagy nehézséget okoz nekünk, főleg idén, amikor ugye vannak olyan játékosunk, akik egyszerre három korosztályban szerepelnek, mint például ezen a mérkőzésen is volt. Sajnos minden hétvégén legalább két mérkőzés játszanak, ami azért nehezíti a bajnokságon a szereplésünket. Ez látszik is például itt az amatőr női NB1-es szereplésünkön, hogy ezek az emberek nem az elvárható szín szerint teljesítenek. Nyilván nem az a fő feladatuk, hogy ezt a bajnokságot oldják meg, hanem saját korosztályokra próbálunk inkább koncentrálni, és szerencsére az idejében jönnek is ezek az eredmények, amiket szeretnénk továbbra is megtartani. A tabella élén a TFS-e második csapata áll 6 győzelemmel megelőzve az 5-1-es mutatóval rendelkező Szekszárd 2-t és a 4-1-es mérlegű Baját. A nyíregyházi kosársuli 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 9. helyen várja a 10. Szolnok vendégjátékát. A Szolnok is, mint ugye az évek során kialakult, akár utánpótás, akár amatőrnői NB1-es csapataink közében, azért ez egy eléggé parázis tészmérkőzésnek szokott nálunk számítani, azért a presztízs az megvan, az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is megnyerik a mérkőzést, kifejezetten ugye hazai pályán, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy a lányok az eheti gyenge szereplés alapján most hétvégén sokkal jobb teljesítményt fognak nyújtani. A nyíregyházi kosársuli Szolnok mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.